Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Pünkösdi hal és vadünnep. Több tízezer vendéget vonzott a szekszárdi rendezvény. Rétes Fesztivál. A különleges finomságokról szólt minden bátaszéken. Meglepetés. Mozgásában korlátozott kisfiú álmát váltották valóra a rendőrök. Fürdőkultúra. Sok a fertőző betegség a medencékben a helytelen viselkedés miatt. A Tolnatej Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több ezren fordultak meg a szekszárdi pünkösdi hal és vadünnepen a rendezvény 4 napja alatt. A sztárfelépők mellett rengeteg családi programmal is készültek a szervezők. Márkó Márkovics, a világhírű trombitás, Bobán Márkovics fia és együttese varázsoltak balkáni hangulatot szombat este Szekszárd főterére. A koncert ideje alatt teljesen megtelt emberekkel a Béla Király tér. Rengetegen voltak kíváncsiak a város második legnagyobb éves rendezvényére. Napközben gyerekeknek, családoknak szóló programok várták a pünkösdölőket. Halász Jürit közel 30 éve énekli magyar költők verseit a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Csiribiri című előadása csokorba fogja egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. Azokat a verseket, amelyeket én értékesnek találok, azokat a költőket, akiket szeretek, azokat én nagyon szívesen megismertetném a gyerekekkel dalformájában, és azért dalformájában, mert a dalokat a gyerekek könnyebben tanulják, jobban szeretik hallgatni. A pünkösdi hal és vadünnep záróakkordját Nagy Feró és a Beatrice szolgáltatta. A nemzet csótányaként is ismert zenész a színpadon még hozza a kőkemény rockert, a híres baboskendő viszont már csak a zsebében van meg. Azt mondja, az évek alatt megbocsátóbb lett, és ma másképp nézi a világot, mint a 80-as években. A 20. század megítélése szerint csak bajt hozott a magyarságra, ezért, ahogy a műsor címe is hirdette, nem a szíve közepe a korszak. Sikertelen volt a 20. század. Tehát annyi rossz történt velünk, ami Mohács óta nem. De most mondhatom, hogy a 21. század minden reményeim szerint, nem csak reményeim szerint, hanem úgy is látszik, hogy ez a magyarok évszázada lesz. A pünkösdi hal és vadünnep országosan is egyre népszerűbb fesztiválnak számít. A pünkösd az éppen 3 napos hír, hogy Gyémánt Városmarketing díjjal rendelkező fesztiválja most már a városnak. Ez a 3. egyébként a Hári János és a születőnapok mellett. A pünkösdi hal és vadünnep 4 napja alatt összesen több 10 000 ember fordult meg a rendezvények helyszínein. Klasszikus túrós, sós káposztás és tejbegrízes mogyorókrémes. Minden a rétesről szólt a bátaszéki pünkösdi fesztiválon. A Német Nemzetiségi Egyesület által szervezett gasztronómiai és kulturális programon bemutatkoztak a helyi egyesületek és csoportok, mind a színpadi, mind pedig a konyhai tudásukat illetően. Ez a nutellás, 3 túrós, melyik túrós? A klasszikus túrós mazsolás és grízes meggyes édességeken kívül a sós ízesítésű káposztás és tökös rétesek is megtalálhatóak voltak a kínálatban, de olyan különleges hozzávalókkal is találkozhattunk, mint a csili vagy a mogyorókrém. Nálunk németeknél a túrós mazsolás, a mákos meggyes, almás, és hát vannak sósak is, például a káposztás rétes, ami sokak nagy kedvence, és még számtalan ízesítésben. Ma a gyerekek legnagyobb örömére a grízes nutellás, tejbe grízes nutellás. A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális programok is várták a résztvevőket. Alapvetően a pünkösd a németség, a svábság ünnepének tekinthető, és nálunk tényleg hagyomány, hogy a sváb és a német kultúrát, zenei kultúrát, tánckultúrát próbáljuk megmutatni, természetesen ötvözve a bátaszéki csoportokkal is. Amíg a gyerekek a színpadon ügyeskedtek, a felnőttek a rétesek elkészítésével és átulásával foglalkoztak.
Évről évre felmérjük, hogy mire van igény, és nagyon régóta keresik nálunk a káposztásrétest, úgyhogy idén azzal készültünk, meg a specialitásunk most már a szalonnás rétes, amiért visszajárnak most már hozzánk. Úgyhogy igazából ez, amivel mi készülünk. Évről évre egyre több rétes vagy a fesztiválon. Idén a felvidékiek 200, a székelyek 600, a németek 2400 darabbal készültek. A felvidéki szalonnáson kívül a székelyek csilis alkotását és a sváb megyes rétest is érdemes volt megkóstolni, de a túrós libizlis édesség is rendkívül kelendő volt. Mozgásban korlátozott kisfiú álmát váltották valóra a Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai. A fiú nagyon szeretett volna egy igazi rendőrautóval utazni a barátjával közösen. Az egyenruhásoknak köszönhetően pedig nem is csak ebben lehetett része. Ott van ez a nagy busz, azzal fogunk menni. Nagy volt a meglepetés, amikor Ricsi meglátta a hatalmas rendőrségi buszt, amivel azért érkeztek az egyenruhások a fiú szüleinek Várdombi házához, hogy fagyizni vigyék őt és Johannát, a barátját. De jó lesz belül. Néhány perccel később pedig Ricsi már a rendőrségi autóban ült. Ekkor már tudta, hogy hamarosan valóra válik egy régi álma. Azt kértem, ha jól emlékszem, hogy egy különleges járműve, ugye már az már megvan. Elvihessem a barátomat fagyizni. A 11 éves fiút és a barátnőjét az Őcsényi repülőtéren már többen várták, és meglepetéssel is készültek. A Budapestről érkezett hagyományőrző rendőrszázad tagjai ugyanis azt is felkínálták a gyerekeknek, hogy utazhatnak az egyik általuk idehozott különleges rendőrautóval. Ricsi végül egy egykori Lada járőrkocsit választott. A fiú még a szirénát is bekapcsolhatta, visszafelé pedig valóságos rendőrkonvoj kísérte őket. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, egy percig sem gondolkodtak azon, hogy teljesítik Ricsi álmát, amikor tudomást szereztek arról. Az egyik járművel, amit Ricsi saját maga személyesen választott ki, ebbe beültettük őt, és tettünk vele egy nagy kört, egy felvonulást rendeztünk, megkülönböztető jelzést használó járművekkel. Ricsi volt a pilótának a segédje, és ő mondta, hogy merre menjünk az autókkal, és egy óriási élményt okoztunk számára. Ricsi és a barátnője az utazás után még íjászaton és habpartin is részt vett. A kormány családi bölcsődék létrehozására kiírt pályázata alapján 465 millió forint támogatásból 726 bölcsődei férőhely létesül a következő évben, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A kormányzat által nyújtott támogatással az összes bölcsődei férőhelyhez képest közel 11%-kal növekszik a családi bölcsődék részaránya. A három év alatti gyerekek ellátására 52 milliárd forintot biztosít a jövő évi költségvetés, ami közel ötszörös emelkedés a 2010-es 11 milliárd forinthoz képest. Szakemberek szerint a fürdőkultúra Magyarországon még gyerekcipőben jár. A helytelen viselkedés következményeként számtalan fertőző betegséget lehet elkapni a strandokon, gyógymedencékben, ezért van szükség olyan ismeretterjesztő programokra, amin a szekszárdi gyakorló iskola tanulói vehettek részt a Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályán. A gyerekek játékos formában tudhatták meg, hogyan tapadnak a testünkre a baktériumok, és miként lehet ezt megelőzni. A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársa éppen azt mutatta meg a szekszárdi gyakorló általános iskola első osztályos tanulóinak, milyen hatékonyan pusztítja el a szappanos kézmosása baktériumokat. Az ismeretterjesztő napon két teremben zajlottak a foglalkozások, amit a gyerekek nagyon élveztek. A diákok játékos formában tudhatták meg, hogyan kell viselkedni a fürdőkben a betegségek megelőzése érdekében. Arra, hogy ne rakjuk szemetet a vízbe, mert hogy ne intézzem el ott a dolgom, nem menjek ki a mostóra. A szakemberek azt mondják, nőgyógyászati problémákat, gombás megbetegedéseket, szem, fül, bőrgyulladást, bőrkiütést, szemölcsöt okozhatnak a medencében hemzsegő baktériumok, vírusok. Ezért kell betartani alapvető szabályokat, például azt, hogy a fürdőben nem megyünk piszkosan, vagy éppen nem használjuk mellékhelységnek a gyógyfürdőt.
alapszabály, amit nagyon sokan nem tudnak például, hogy mielőtt bemegyünk a medencébe, illik lezuhanyozni, és lehetőleg szappanosan. Nagyon közegészségi szempontból nagyon nem támogatjuk azt, ami egyre inkább gyakoribb, hogy például koedukált öltözőket hoznak létre a fürdőkben, ugyanis ez nehezíti azt, hogy mielőtt valaki fölveszi a fürdőruháját, szappanosan mosakodjon le. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon sokan nem szeretik a lábmosót. A Népegészségügyi Központ 5 éve indította el ezt a programot az egész országban annak érdekében, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogyan kell helyesen viselkedni a közfürdőkben. Az elmúlt időszak szeszélyes időjárása nagy gondot okoz a méhészeknek. Az országban volt olyan terület, ahol egy csepp akácmézet sem tudtak begyűjteni. A szakértők szerint a klímaváltozás rossz hatással van a méhészeti ágazatra és a mezőgazdaság egészére is. Még régebben 4-5 hónap volt a méztermelés időszaka egy évben, ez már a 2,5 hónapra zsugorodott. Az országos eredmény azt mutatja, hogy akácmézből 4-6 ezer tonna lehet, ami elég a hazai piacra, de exportra nem jut. 76 ezer felvidéki magyarnak kellett elhagynia az otthonát 72 évvel ezelőtt. Tolna megye szinte valamennyi településére érkeztek felvidékről, Bonyhádra közel 3 ezeren kerültek. A kényszerkitelepítés évfordulóján misét, majd kulturális műsort tartottak a Völgységi Városban. A hagyományos pünkösdi találkozóra Udvardról, Dardoskedről, Kismácsédról érkeztek felvidéki magyarok. Az ünnepi műsor idén rendhagyó volt. Személyes elbeszélgetésekből tudhatta meg a nagy érdemű, milyen fájdalmas volt a szülőföldtől való elszakadás. Az Egyesületünk 22 éve emlékezik erre az eseményre, a 50. évforduló kapcsán kezdtük el, és arra gondoltunk, hogy nekünk is fontos az, hogy a gyökereinket ápoljuk, hogy a kinti családokkal tartsuk a kapcsolatot, illetve azok leszármazottaival. Valamint itt a Bonyhád környéki felvidékieknek, felvidéki leszármazottaknak egy kis lehetőség legyen arra, hogy ezeket a régi eseményeket kibeszélhessék. Közel 45 millió forintból alakítottak ki, részben pályázati forrásból közösségi házat Sárpilisán. A fejlesztéstől a falu polgármestere azt várja, hogy segít megerősíteni a helyi civil közösségeket. Szinte azonnal birtokba vették a gyerekek a felújított közösségi házba vásárolt új csocsóasztalt. Az egyik másik teremben helyet kapó biliárdasztal is igen népszerű volt, de ezek mellett még Xbox szobát, konyhát, zenehallgatásra alkalmas helyiséget is kialakítottak, és ezekbe való eszközöket is beszerzett a sárpilisi önkormányzat. A most átadott közösségi házat évekkel ezelőtt 3 millió forintért vásárolták meg, azzal a céllal, hogy előbb-utóbb felújítsák. Akkor már azzal a célzattal, hogyha tudja, akkor egy pályázat segítségével felújítja, és megmenti ezt a településnek ezt az emblematikus épületét, de nem csak megmenti, hanem megpróbálja funkciókkal megtölteni. Megpróbálja a fiatalságnak, az idősebb generációknak valamilyen közösségi térré, közösségi funkciót ellátó épületté formálni. A fejlesztést végül egy pályázat tette lehetővé, amin 30 millió forintot nyert az önkormányzat. Ehhez tettek még hozzá több mint 12 millió forint önerőt. A pénzből az épületet teljesen felújították, korszerűsítették a fűtés és vízhálózatot, új tetőt és nyílászárókat is kapott az ingatlan, és teljesen be is rendezték. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen nagyon jó működő egyesületeink vannak a településen. Ezt tovább erősítenénk például egy nyugdíjas klubbal, hiszen most már akkor nyugdíjasoknak lenne lehetőségük itt közösen kézi munkázni, akár főzni, akár valamilyen előadókat hívni és ezt meghallgatni. A polgármester arra számít, hogy a közösségi házban folyamatosan nagy lesz az élet. A helyi ifjúsági klub tagjai ugyanis már jelezték, hogy szeretnének ott állandó rendezvényeket tartani. Regionális híreinkkel megyünk tovább. A Lakatfalnál és a színházban is megnyitották. Már zajlik a Pécsi Országos Színházi Találkozó. Közel 3000 kilométer autó nélkül. Befejeződött a zéró emissziós hét Pécsen. Jó a vízminőség, de csak a kijelölt helyeken szabad strandolni. Megvizsgálták Baranya szabad vizeit. Idén 19. alkalommal rendezik meg a Pécsi Országos Színházi Találkozót. A hivatalos megnyitón elhangzott 14 versenydarab, legalább 6 fesztivál előadás és off programok várják az érdeklődőket egészen június 15-éig.
A hagyományokhoz híven idén is felkerültek a poszt lakatjai a Szent István téri lakatfalra. Ezzel a gesztussal nyitották meg jelképesen a 19. Pécsi Országos Színházi Találkozót. A résztvevő teátrumok nevével ellátott zárak csütörtök délután kattantak a falon. Ezután a Pécsi Nemzeti Színházban zajlott a hivatalos megnyitó ünnepség. A résztvevőket Páva Zsolt köszöntötte. Pécs polgármestere úgy fogalmazott, ha már van Hungarikum, akkor van Pécsikum is, ami nem más, mint a poszt. A rendezvény egy különleges egymásra találás, tette hozzá. Hiszen itt van a színházi szakma, Magyarország minden jelentős és határon túli magyar színházából, és itt vannak a színészek velük, a rendezők, a színházi szakmának a jelesei, kritikusok, és mindenki, aki ebben a művészvilágban jelen van. És itt van persze a közönség. Mint házigazda, Rázga Miklós is mondott ünnepi beszédet. A színház kulcsa egy különleges szimbóluma lett a posztnak, hiszen minden évben ezzel indul a találkozó, emelte ki a teátrum igazgatója. Ez azt is jelenti, hogy ennek a fesztiválnak, a posztnak van egy saját önálló ügyvezetése, és a színház ebben az esetben házigazdaként vesz részt ebben az előadás sorozatban, illetve a versenyprogramban, és mi teljes kapacitással és teljes tudásunkkal biztosítjuk az, hogy ez minél gördülékenyebben zajlódjon le. 4 éve minden alkalommal, így idén is a poszt ügyvezetője Magyar Attila vehette át a színház kulcsát, hiszen a Pécsi Teátrumban zajlanak a fesztivál programjai. A 14 verseny előadáson túl legalább 6 úgynevezett fesztivál előadás is megrendezése kerül a színházban. Ilyen nagy terhelést még nem kapott a színház, de ígérem, vigyázzunk a színházra, és vissza fogom adni 10 nap múlva ezt a kulcsot. Ezzel hivatalosan is kezdetét vette a 19. Pécsi Országos Színházi Találkozó. Ezt a plakátok mellett a Széchenyi téren felállított betűk is jelzik. A 10 nap folyamán a belvárosban és a Zsolnai negyedben is várják programok az érdeklődőket. A versenydarabok mellett szakmai beszélgetések, koncertek és tárlatvezetések is lesznek az eseményen. Padok, szökőkutak és pihenőhelyek is gazdagítják majd a Csiky Gergely Színház parkját. A 200 millió forintos rehabilitációt 2 ütemben végzik, visszaállítva az eredeti 1933-ban tervezett angol jellegét. A Csiky Gergely Színház rekonstrukciója már 1 éve zajlik. A 9 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően a szecessziós jegyeket megőrizve egy szebb és modernebb teátrummal gazdagodik a város. Ehhez illeszkedik majd a park is. Azt is láthatják, hogy elavultak a padok. Ha már működik a 2 szökőkutunk, itt van az egyik önök mögött, nekem előtte a másik pedig a vizesés arrébb, de nem tudja azt az igazi látvány nyújtani, amit ezek a csodálatos fákkal ölelt park lehetőségként meg tudna adni valamennyiünk számára. És úgy döntöttünk, hogy a színház építésével egy menetben ezt a munkaterületet, ezt most megkaptuk, elkezdjük a parknak a felújítását is, több mint 200 millió forintot fogunk költeni ennek a parknak a felújítására. Padok, szökőkutak és pihenőhelyek is gazdagítják majd a Csiky Gergely Színház parkját. A közlekedő utakat a tervezők felülvizsgálták, az indokolatlan közlekedő utakat meg fogjuk szüntetni, és a új közlekedő utakat is fogunk létrehozni. A közlekedők burkolata, a lépcsők burkolata megújul, több 1000 négyzetméteren fogunk burkolatokat építeni, és ennél is több felületen fogunk tereprendezést és növénytelepítést véghez vinni. Itt, ahol állunk, ez fog első ütemben, ez a Tündér Rózsakert, ez fog első ütemben megvalósulni. A rózsalugas kialakításával, a szökőkútnak a felújításával, így van, csodálatos lesz. A második ütemben pedig a Rózsakert körüli zöld területet szeretnénk a Rákóczi tér teljes környezetében megújítani. A megújult parkot a tervek szerint már idén ősszel átadják. Sikerült közel 3000 km autózást megspórolni a pécsieknek a zéró emissziós héten, derül ki az adatok összesítéséből. Május 30-án kezdődött az a 7 napos akció, amely azt célozta, hogy autó helyett gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel utazzanak a Baranyai megyeszékhely lakói. Ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy kevesebb üvegházhatású gáz kerüljön a levegőbe. Buszbérletet vesz Pécs polgármestere május 30-án, így csatlakozott a városvezető a zéró emissziós héthez, ami most zárult. Az akció célja az volt, hogy kevesebbszer használják a pécsiek az autóikat, helyette inkább gyalog, kerékpárral vagy közösségi közlekedéssel jussanak el céljukhoz. Majdnem 3000 kilométernyi autóutat spóroltak meg azok, akik beregisztráltak erre a zéró emissziós honlapra. Azaz ennyi széndioxid kibocsátással kevesebb lett a közösség.
teljesítményünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdet. Ez az összesítése a Zero Emissziós Hétnek. A Zöld Egyetem honlapján lehetett csatlakozni az eseményhez. Itt összesítették az eredményeket. Kővári azt mondja, hamarosan újabb környezetvédelmi lépés következhet a városban. Az új elektromos buszok, ugye 10 elektromos busz beszerzéséről is lehetnek jó hírek. Én nagyon reménykedem ebbe, hogy végre meg lesz az eszközt leszállító cég, és ősszel elkezdődik az első elektromos buszok beállítása. De beindul a pécsi elektromos kerékpár rendszer is, ami szintén csökkentheti a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátását. Pécs megpályázta az Európa Zöld Fővárosa címet 2022-re, ezért csatlakozott az egyetem Zero Emissziós Hetéhez az önkormányzat, illetve hoz létre úgynevezett zöld beruházásokat, amik alapján döntenek majd a címről. Míg kajszi barackból kiemelkedő termés várható, addig a kései megyfajtákból és cseresznyéből az áprilisi fagyok miatt akár 25%-kal is kevesebb lehet idén. A szőlő jó ütemben virágzik, így nem kell tartani a tavalyhoz hasonló korai szürettől. Régen volt már ennyi gyümölcs az ágakon, mint az idén a kajszi barackosokban. Sok helyen gyéríteni is kellett az ágakat, hogy a mennyiség ne menjen a minőség rovására. Általában, mint ahogy országosan mindenfelé, itt is egy nagy termésre számítunk. Rengeteg pénzt kellett rákölteni, hogy leritkítsuk a sok-sok barackot, hogy ne sok apró, hanem kevés nagy legyen. És azt gondolom, hogy országosan is hasonló lehet a körkép, hogy bizony meg kellett vele szenvedni. Ugye ennek főleg az oka, hogy a tavalyi kihagyó év után a fák tartalék tápanyaggal feltöltve egy hirtelen nagy termés, nagy kötődés alakult ki. Nem ennyire kedvező a helyzet azonban már a medgy és a cseresznye termésnél. A korai fajták még jobban kötöttek, de a késői fajták már nem annyira. A cseresznyénél a sok eső miatt ráadásul a termés héj kirepedése is gyakori volt. Emiatt a szakemberek átlagosan 25%-os termés kiesést jósolnak. Ez azt jelenti, hogy a 35 ezer tonna körüli normál éves termés az 30 ezer alá megy. A cseresznyéből általában olyan 12-13 ezer tonna terem egy évben Magyarországon, ott nem prognoszizálnak többet, mint egy 10%-os terméskiesést, bár ezt mondom, egészen pontosan nem mondható benne, hiszen javában zajlik a szezon. A tavalyi kimagasló szőlőtermés miatt egyes helyeken a pincékben sok bor megmaradt, így az idei évben a szakember szerint nehéz szüret és borpiaci év következhet. Jó a vízminősége azoknak a szabadtéri fürdőhelyeknek, ahol megengedett az úszás Baranya megyében. A nem kijelölt helyeket nem ajánlja fürdőzésre a szakember. Az sem megengedett, hogy a kutyákat az emberek által használt szakaszokon vigyék a vízbe. Ez közegészségügyi szempontból veszélyeket hordoz. Úszók az Orfői Pécsi tóban. A napsütéses időben egyre többen merészkednek ki Baranya megye szabad vizeire. Azonban nem mindegyikben megengedett a strandolás. Három olyan természetes fürdő van, ahol közegészségügyi szempontból is javasolt a fürdés. Ez az Orfői tó, a Pécsi tó és az a Baligeti tó. Mind a három tónak megfelelő a vízminősége, illetve a közegészségügyi feltételek is biztosítottak ezeken a strandokon. Ezeken a fürdőhelyeken kívül viszont az összes többi, ahol tudjuk, hogy fürdenek, nem ajánlott a fürdésre, mivel nincsen ellenőrizve a vízminősége. Illetve a körülmények sincsenek kialakítva, mondja a tiszti főorvos. Fontos szabály, hogy az állatokat nem vihetik az emberek által használt partszakaszra. Kijelölt, illetve fürdésre javasolt természetes fürdőhelyre nem szabad kutyát bevinni, tehát kutya ott nem fürödhet. Ezen kívül, hogy milyen ember által nem látogatott vízbe vegy be a kutya, nyilvánvalóan ez már nem közegészségügyi szempont. Ezeken a helyeken nem lehet kutyát fürdetni. Ugyanis emberre veszélyes betegségeket is terjeszhetnek így. Aki pedig nem bevizsgált vízben fürdik, kiteszi magát a cianobaktériumok által termelt mérgek hatásának. Ez bőrkítéseket, illetve a vízpermettel az orrba, légutakba is szembe kerülő kórokozók, nyálkahártya irritációt, aszmatikus tüneteket okozhatnak. Végül mutatjuk röviden, miről szólt a híradó. Pünkösdi hal- és vadünnep. Több 10 000 vendéget vonzott a szekszárdi rendezvény.
Rétes Fesztivál, a különleges finomságokról szólt minden bátaszéken. Meglepetés. Mozgásában korlátozott kisfiú álmát váltották valóra a rendőrök. Fürdőkultúra. Sok a fertőző betegség a medencékben a helytelen viselkedés miatt. Tolna megyében szerdán napos strandidőre számíthatunk. Csapadék nem hullik. A délkeleti szél kissé élénk lesz. Folytatódik a kánikula. Éjszaka is marad a derült ég, ekkor sem várható eső. Csak kismértékben frissül fel a levegő. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!